Sokan látogattak ki a piac térre szombaton. Több hónap után ugyanis újra kinyitott a szekszárdi piac. Volt, aki az ebéd összetevőit válogatta itt össze, más palántákat szerzett be a hétvégi kertészkedéshez. Nagyon örülök, mert én gyakran járok és vásárolok, úgyhogy... Miket vettél ma? Virágpalántát, és ide a gazdaboltba ugrok még fel egy-két dologért. Paradicsompalántát veszek. Az árusok azt mondták, sok a vevő, rengeteg árut adtak el reggel 8 órára. 20 ládát szerintem már biztos, hogy eladtunk. Tehát én nem gondoltam volna, hogy már ilyen forgalom lesz most az első nap. Úgyhogy nagyon örülünk neki. A vásárlókat három kapun keresztül engedték be a piac területére egy készfertőtlenítést követően. A vevőknek ajánlott a maszk használata, míg az árusoknak kötelező azt viselniük, csak úgy, mint a kesztyűt. Köszönöm szépen! Azokra a vásárlókra is gondolt a piac üzemeltetője, akik nem rendelkeztek védőfelszereléssel. Nekik a bejáratnál adtak maszkot, szombaton pedig a város polgármestere és a Fidesz-KDNP önkormányzati képviselői is segítettek a maszkok kiosztásában. Egyre inkább tisztázott az emberek számára az, hogy a többieket és a társadalom, tehát a körülöttünk lévő egyéneket védjük, és nem önmagunkat a maszk használatával. Felkészültek az emberek, szinte a legtöbb idősért, a legtöbb emberen maszk van. Nyilván ez azzal is összefügg, hogy a boltokban is kötelezővé tették, úgyhogy aki a szombati bevásárlást végzi, azok általában felkészültek, de még így is jönnek, akiken nincs, és örülnek, hogy kaphatnak. A piacon reggel 8 és 10 óra között csak 65 év felettiek vásárolhatnak. Átsezső azt mondta, az új intézkedésekre, az árusok közötti távolság növelésére, az időseknek szóló idősáv kialakítására szükség volt a koronavírus járvány terjedésének megelőzése érdekében. Azért is gondoltuk, hogy jó modell lehet, mert például a szerdai napon mindenki, aki piacra szokott jönni, munka előtt jön be, tehát 8-szor előtt fog idejönni, úgyhogy azért mondtam, hogy 3 napban kell gondolkodni. Alapvetően ugye nálam is most egy doboz maszk van, és osztjuk az ideérkezőknek, illetve fertőtlenítés is zajlik. A szekszárdi piaccal párhuzamosan az utcai árusítás is zajlik a városban. Így a termelők továbbra is árulhatják portékáikat a Tolnai megyeszékhely több pontján. A piac pedig szerdán, pénteken és szombaton tart nyitva, csak úgy, mint korábban.